Juhu! Jó reggelt! A Csipánkatábor! Azt a... Egy új templommal bővült a Csipánkatábor! Nézzük meg! Milyen Csipánkatábor? Patkós Bikatábor, te hülye! Nem is tudod a nevét, hogy hol lakunk? Hol vagy? Hadd is se lefagyod! Azt a... Ez a templom, ez elképesztő. És tegnap egy pont ugyanilyen templomba voltam. Ezt azért, mert nem tudod, hogy hol lakunk. De tudom, hogy hol lakunk itt. A Patkós Bikatábor egy új templommal bővült. Azaz, a Szent Herold templommal. Ami le van védetve. Ez most egy nagyon különleges alkalom. Ugyanis elsőként foglalhatom el a helyemet. Az első szent misén. De milyen na, szent várjuk, misén? Na várjuk meg a papot. Na, várjuk meg a papot. Nincs pap! Ilyen 3 másodperce később nézek bele a kamerába, miután elkezdtem üvölteni. Na, hello, srácok! Ez itt egy újabb Minecraft sorozat rész, azaz az 53. Nagyon haladunk a rekord felé, ugyanis az előző évadban 66 rész volt. Aztán nem ilyen szép a templom, a Szent Herold templom. Ja, tényleg. És ez már az 53. rész, úgyhogy lassan meg is döntjük a rekordot az előző évadhoz képest. Valószínűleg meg fogjuk dönteni, mivel nem nagyon tervezünk mostanában a közeljövőben új sorozatot kezdeni, úgyhogy szerintem simán meg lesz az a 66 rész, sőt, még több is. Ja, lehet, hogy 100 részig megy ez a sorozat. Ja, bár azt terveztük, hogy a 2022-ben 100 részig eljut ez a sorozat, de hát az nem sikerült, na nem baj. És a mai részben nem más fogunk csinálni, mint szerzünk egy papot a Szent Herold templomba. Krisztián, tippelj, hogy ki lehet vajon egy megfelelő pap a Szent Herold templomhoz? Szerintem... Gyere utánam. Most jut eszembe! Na? Ezt nem hiszem el. Mi az? Hát ki is ment fejünkből. Mi? Kedves... Tényleg? Kedves, hogy is hívják? Nem tudom már, Vörös Marti Sebestyén. Ő ki is ment? Ő lesz a... Máté, tudom már, őt tegyük be oda a sarokba Fletchernek. Oké. A Vörös Marti Sebestyén. Felőlem? De jó lesz. Tényleg, őt el is felejtettük, és mindenki más is elfelejtette, de gonoszak vagytok, srácok. Ja, jó ide gonoszak. Na, gyorsan köszöntsétek csak a kommentekben Vörös Marti Sebestyén. Ja. Szia, Vörös Marti Sebestyén. Hello, ezt szia, írjátok. Hello, hogy vagy? Hogy vagy? Jól vagy? Jól van. Aha, bólogatott, szóval akkor biztos, hogy jól van. Viszont Vörös Marti Sebestyén, ez egy, nem egy pap, nem? Úgyhogy keresni kell. Akkor tudom, papot. Van egy másik ötletem, hogy ki lehet az. Gyere! Jó. A másik ötletem az úgy hívják, hogy... Lapátos Herold! Itt van, ő az ugye? Igen. Jó van. Lapátos Herold, azaz Herold atya. Jó. Jaj, tényleg, azt a... Hát nem is tudtam, hogy ő létezik. De amúgy tudtam. Herold atyát most be fogjuk költöztetni oda a templomba. Ott fogja tengetni nyugdíjas éveit, mert ő nyugdíjas pap egyébként. De a pap az sose nyugdíjas. De ő nyugdíjas pap. Na. És ő itt fog állni a kereszt előtt, és először szeretném megcsinálni neki a helyét. Szóval, itt fog állni, és azt mondta Krisztián, hogy ne csináljuk úgy, hogy a fölötte van egy lámpa, mert akkor a nevét nem lehet rendesen elolvasni, szóval megoldottam, hogy... úgy be tudjam ide tenni, hogy nem kell fölé rakni semmit, és nem tud kijönni. Mert elég nehéz volt az Alchemy Table miatt, mert ugye az Alchemy Table-től lesz valaki pap, vagyis hát cleric, az nem tudom mi magyarul. Pap, csak azt is tudod, mi lehet, mint a tiszteletes, meg ja, a... Ja, igen. Meg a pap, meg a... Özé. Aha. Meg mindenféle ilyen nevek vannak, tudod. Hát ő Herold atya. Meg pásztor. Nem? Igen. Herold atya. Aha. Ja, és várjál, ide meg megcsinálom ezt a földutat, mert borzasztóan hülyén néz ki, hogy nincs itt megcsinálva. Ja, és rengetegen adtatok tanácsot ehhez, szóval nagyon szépen köszönjük. Nagyon sokan mondtátok a napraforgókat, úgyhogy le fogom tesztelni mindegyiket, és amelyik működik, azt fogjuk megcsinálni. Egyelőre most még nem érdekel, mert hogy nem azt, hogy nem érdekel, hanem nem foglalkozok vele most, de meg fogom csinálni. Igen, hozok még kerítést, meg egy Alchemy Table-t. Jaj, beakadtam. Itt mindig beakadok amúgy, amikor lefele megyek. Nekem a nagyon Alchemy-zémet meg kell csinálni. A Brewing Standről itt eszembe. Na mit?
Hát, ja, tényleg, kéne nekem, az alkemi laboratóriumot. Igen, a laboratóriumomat, mert nekem én potidobálós mester akarok lenni. Oké, megviszek egy pár földet. Mondjuk 53-at, az bőven elég lesz. Úgyhogy, let's go! Ez az, gyönyörű lett ez a templom, nagyon sokan megdicsértétek, és köszönöm szépen, hogy ennyien mondtátok, hogy milyen szépen tudok építeni. Páran elkezdtek trollkodni a kommentekbe, hogy ha kreatívba építette, tehát nagyon vicces, mondhatom. Tudom, hogy mindenki csak poénból írta, de akkor is. Ú, de örülök, ezt megcsinálták végre, mert én az egész Minecraftos karrieremet úgy csináltam. Ide ezért kell rakni, Máté. Gyapjút. Piros gyapjút. Nem. Dark Oak. Azt rakja el oda. Hát, de nincs nem Dark Oak. Jó, akkor menjünk. Akkor hozok vagy rakok kvarcot. De az nem olyan jó. Hogy ne lenne jó. Az a küszöb, a Dark Oak küszöb. Itt van, nézd meg. Tök jól néz ki. De az nem jól néz ki, mert az nem olyan küszöbös. Oké, akkor megcsinálom azt, ahol fog állni a heroldat, ja? 4 darab kell, ugye? Kiötöltem teljesen így... Hopsz. 4 darab kell, ugye? Volna. Igen, 3. Nem ezzel kell, hanem ezzel az egy fával. Így. Oké, kiötöltem, hogy lehet itt a heroldatja úgy, hogy nem tud kiszökni, és hozzá tud férni az állványához, mert úgy próbálkoztam vele, hogy... Úgy próbálkoztam vele, hogy ide raktam az alkemi laboratóriumos potifőzőt. Brewing stand! Potifőzőt! Na, így és így körbevettem kerítéssel. Azt hittem, hogy ez így jó lesz, de nem, mert így a... Mr. Herold atya ki tudta így küszködni magát itt a kerítésen, úgyhogy nem így fogom megcsinálni, hanem... De rakhatod oldalra is. Megcsináltam úgy, hogy ne tudjon kijönni a Herold atya, és a brewing standhez tökéletesen hozzáférjen, azaz így. Így nem tud kiugrani, és teljesen hozzáfér a brewing standhez, és igazából nem is zavar senkit, mert innen lentről nem is látszik szinte, ez így teljesen jó. Viszont ezt ki kellene világítani, ezt a... Így, hát így jó lesz. Így ilyen háttérfénye van. Tök jó. Oké, akkor viszont már csak annyit kell megcsinálni, hogy ezt a brewing standet ide félre rakom, meg ezt az egy kerítést is, és akkor, hogyha behoztuk a heroldatját, akkor elére lerakom őket. Na, oké, na, Krisztián, szóval akkor a mostani teendőnk minden eddigéznél fontosabb küldetés, ugyanis el kell hozni a heroldatját. Mit szólsz? Menjük, kérdezzük meg a heroldatját, hogy mit szól ehhez. Na. Mi a fra... Ja. Hú, de megijedtem, azt hittem, hogy ebbe volt. Örült hülye bará, miért hitted azt? Máté! Na? Várja, pillanat, állj meg itt várj meg! Már is jövök! A már is ez az hány óra? Egy perc. Patkós bika tábor, tényleg amúgy a csipánka tábor, az mi is? Nem is tudom már. Ja, hát a csipánka tábor az a előző sorozatban volt, az a hely, tudod, ahol építettük a nyaralókat. Igen. Üdvözlök mindenkit a csipánka tábornál. Pillanat, már is jövök. Most ez mi? Oké, és berakom a ezért is meg tutyizni, itt van neked is egy emerald, te is ezt tutyizni, csak rakd be. Előtte kell fizetni? Szóval minden egyes emerald az egy tutyizást jelent, igen. Ugye? Jó. Ja tényleg, volt egy TikTok, hogy kérdezték a TikTokba, hogy mit jelent az, hogy tutyi. És egy csomóan nem tudták. Ja. De csomóan említettek engem a kommentbe, hogy... Ja. Egy csomóan tudták, hogy mi az a tutyi. Hát ja, a mi nézőink tudták, hogy mi az a tutyi. Te tudod, mi az a tutyi? Viszont most már nagyon gondolkodom ezen a projekten, ezen a hajós projekten. Egy ilyen hatalmas hajót akarok ide építeni, csak félek, hogy el fogja takarni a repülőfenyőfát, de akkor a repülőfenyőfa egy kicsit arrébb repül, és akkor... Vagy kicsit följebb. Az is lehet. Biztos meg tudjuk kérni, hogy arrébb repüljön. Szóval, meg kéne tervezni a heroldatjának a fölvivését, viszont ahhoz először aludni kell, úgyhogy gyere. Oké, na, szóval akkor kelleni fog megint sín, meg minecart, meg mindenféle finomság. Tudjátok, már szokásos rutin, hogy megy ezeknél. Oké, akkor kellene sín, ami itt van, hát van egy csomó, szóval nem hiszem, hogy gondot fog okozni, meg minecart kellene, de azt meg csinálok, mert annyi vasunk van, hogy nem szégyeljük. Krisztián, te addig mit fogsz csinálni? Vársz és nézel? Én? Ellenőrzöm, hogy... Hogy meg tudom dönteni a világrekordot annak, hogy ide átfutok innen erről az oldalról erre. Á, fenébe nem is került. Na, még egyszer, várj. 3, 2, 1, csak... Fenébe megint nem is került. Na, még egyszer.
A fenébe. Jaj, ezt nem hiszem el. Na még egyszer. Jó, oké, na akkor úgy látom, hogy a Krisztián az ellesz magába, én addig fölviszem a Heroldot át a hegyre. Viszont ezt ne felejtsük el, hogy ez egy zarándokút. Ez nem egy ilyen mindenféle izé, úgyhogy kell programokat is szervezni. Például, Krisztián... De akkor föl kéne őt csalni, nem. Például, ahogy visszük fel a hegyre, jön vele 10 bárány is. Máté, várj egy picit. Mi az? Várj egy picit, kedvesemelhő pillanat. Kell 10 bárány, felkísérje őt a hegyre. Krisz, hallottad, amit mondtam? Hozod a 10 bárányt? Mindjárt hozom az agyadat. Na, várja. De most ne baromkodjál már, nem csináljuk már a dolgunkat, te hülye barom! Amúgy hogy elfogyott a diamondünk, ezt a 3 ancient debrist kérdezik. Igen, mert hogy meghaltam vagy 8-ó, és állandóan újra kell csinálnom. 8-ó? Aha. Meghaltál vagy 8-ó? Várjál, mindjárt letesztelek valamit csikét, jó? Ja. Á, nem lehet lépcsőn menni a bauta. Ezt a szar. Miért nem? Mert nem. Fogjuk, és fogjuk a heroldatját, és így föllőjük oda olyan arra a szintre, ami a templomnak a szintje, és csak így egyenesen oda megyünk. Na, mit szólsz? Jó, és hagyd levet fel. Hát azzal a sluttyantóval. De nem lőjük fel, mert zarándok utat kell tennie. És hogy te zarándok uta? Úgy, hogy kísérjük őt. Kísérjük őt, meg kísérj őt 10 bárány. És még, jó, hát felőlem. Na, akkor menjünk. Hello! Viszont ezek ronda hello bárányok, mert pirosak, úgyhogy 10 bárányt el kell szíreznünk fehérre, mert ugye a fehér bárány normális. Vagy fehér meg piros, az legyen. Na, Krisz, mit szólsz? Hát, szerintem igen, fehér meg piros. Fehér meg piros? Jó. Akkor csak igen. Ötöt kell átszínezni. Mert a piros, ez a Krisztus vérét jelképezi, és a fehér az meg feltámadását. Igen. Szóval, az úgy tökéletes. Szerintem is. Na, szóval akkor fogjunk meg 5 piros bárány. Remek. Na, szóval fogjunk meg 5 piros bárányt, erre kell majd őket kivinni, szóval... Már a kékekből átszín, ezek 3, 4, 5. Oké, okay, ezeket meg is fogom. Le kell raknom a inventorimba a cuccokat, mert eladjuk. Oké, okay, megvan az 5 fehér bárány, itt ki kéne őket vinnem. Szemet tele van a netermekkel. Gyere! Hova? Gyere, te majom! Ja. Gyere már! Ja, én? Nem. Ja, ja, jó. No! Most ez mi? Ezeket a hülye bambákat, na. Oké, okay, most ez mi történt? Máté, nyerget, szava kell rakni. Ja, itt van, na. Nem legesz, nem legesz! Jössz velem! Ezek direkt ilyen fogyatékosak, ezek a bárányok? Na, oké. Okay. A leghülyébb bárányokat választottam. Na gyere, ezek a bárányok fogják felkísérni Heroldatját a hegyre. Oh, wow. Vigyázzatok a tűzzel, meg nem kell belőletek. Comb. Az majd később. Na szóval, várjál, akkor merre kéne menni, Krisz? Ez is egy nagy kérdés. A lépcső, nem érsz, hogy merre. Hát jó, csak akkor fel kell bontani az egész tábort. Úgyhogy mellette, ott mellette kéne valahol elmenni. De nem kell, mert az izével föl kell csalni őt, a Brewing Stand-del. Az úgy jobb. Az a zarándok út. Hogy fölcsaljuk a Brewing Stand-del. Mi? Szerintem az úgy nem jó. De, mert az zarándok utasabb. Kell egy Brewing Stand. Jó, hát akkor csinálj. Hogy kell? Úgy kell, hogy 3 cobblestone, meg egy blaze rod felülre. 3 cobblestone. 3 cobblestone egymás mellé, és egy blaze rod felülre. Jó. Még mindig vigyázzatok a tűzre, kedves bárányok. Jó van. Nekem meg adjál egy kerítést, létszi, le akarom rakni ezeket a bárányokat. Miért nincs cobblestone? Sehol. Ez most komoly. Krisztián, ha adnál egy kerítést, akkor én is tudnám menni, hogy végezni a dolgomat, de miért nem adsz? Jó, adok, csak teli van a fejem. Mindenféle lefoglaltságokkal, de... Aha, persze, biztos. Na, de amúgy itt vannak kerítések, na minden most már. Na, kerítés. Oké, és akkor odarag le, hogy ne a füvet srác is kijön vele, hanem így csak csinálj. Kés, kés. Jó. Oké. Szuper! Na, várjatok, bárányok, már nem sokára jövünk, jó? Oké, és akkor Brewing Stand-del kéne őt fölcsalni. Igen. Jó, csak várjál, időt kell nézni. Jó.
Megy lefele a nap, úgyhogy majd csak holnap reggel, hajnalban kezdhetjük. Jó, és hogyha megy lefele a nap, akkor mindig be kell őt építeni, hogy... Oké, okay, akkor hozzak 5 piros bárányt is, vagy elég csak az 5 fehér bárány? Hozzá 5 pirosat is. Jó, de akkor mind a kettőnknek vinni kell. Jó, akkor... Vagy ja, te viszed a 10 bárányt, én meg viszem a heroldatját. Én viszem a 10 bárányt, igen. Jó. Máté, míg lemegy a nap, tudom, mit csinálhatnánk. Például... Na? Berakhatnád a létrákat a titkos toronyhoz. Hol vagy? Most azt nem kell bárányokat. Na. Hol vagy, mert ez így nem olyan... Ez így... Mi? Ez így mi nem ez olyan... Ez nem volt olyan drámai hatás, ahogy mondtam, mert nem láttam. Hozzá még egy kerítést. Oké, hozok, de utána be kell állni, és meg kell engem hallgatni. Jó, meghallgatlak, nyugítjál meg. Megvan az 5 piros bárány, meg az 5 fehér bárány, ami fel fogja kísérni heroldatját az arándok útján. Oké, és na. A templomhoz. Na mondjad. De mielőtt ezt megtesszük, a Máté lekraftolja a létrákat, és berakja őket. A titkos torony oldalához. Ami innen nem látszik. A fenébe. Azt, amilyen közel vagyok már tetejéhez, srácok! Lájkoljátok a videót mindenféleképpen, ugyanis 1000 lájkonként berakhatok 3 létrát, és már nem sokára fönn vagyok a tetején. Júj, és ja. Ha fölérsz, akkor olyan titok tárul szemed elé, amilyet még nem láttál. És most tényleg, mert amúgy ez most nagyon különleges titok. Ez olyan, amire nem is számítana az ember. Ja, és az előző videón szintén 5000 like volt, szóval berakadok megint 15 létrát a Krisztiánnak a hülye szabálya miatt, mert amúgy 25-öt rakhatnék, a fenélje meg. Ja. Úgyhogy meg, jaj, most megint fel kell másznom oda. Azt a milyen magasan vagyok! Hát ez már rendesen egy ultimate létra mennyiség. Na várjál, csak megnézem az alját, hogy hol tartok. 71-es szinten vagyok, fölérek, és akkor megnézem, hogy ott hol tartok, és megnézzük, hogy ez mennyi létra. Azt ad egy gyönyörű a hely, sajnos én a templom nem látszik. Azt adott meg, mennyit kell másznom! A titkos torony rejtelmeihez meg kell küzdeni. Már te itt van ez a stéged, és ezt még mindig nem építetted meg a hajót. Ezt a pancsát. Ezt mondtam, hogy most már azon is nagyon gondolkodok, hogy elkezdem. Hopp, felértem! Oké, na akkor elkezdem rakni a létrákat. Horgász NPC az van? Horgász falusi? Van, igen. Na, akkor olyan. Fisherman. Oké, egy, és megvan. Oké, na várjál, ide rakok egy... fákját, így, és 71-es szinten voltam az alján, és itt pedig 261, a 190 létrát raktam eddig be. Azt hiszem valami 270. 309, addig van, azt hiszem. Igen? Igen. Szóval az hány blokk még? 319, mert 320 a magas. Igen? Ja, de nem ott van az ajtó, szóval olyan 315, 316, 1314. Szóval 55 körülbelül. 55 igen. Létra. Annyi kell még, és megtudhatjuk a titkot, amiről semmi fogalmam nincs, hogy mi lehet egyáltalán ebbe, ekkora toronyba, és miért a tetején kell bemenni amúgy. Na mindegy. Oké, okay, Krisztián, eljött az éjszaka, azaz az estés éjszakás este. Ideje aludni, és reggel ideje elindulni heroldatjával. Föl, a hegyre, az arándok úton. Szóval az ágyakhoz kellett volna repülnöm, nem ide le. Na mindegy, most már. Rendben, meg is vagyunk, csak egy probléma lesz, hogy nem tudjuk majd betuszkolni a heroldatját oda a izéhez. Azért akartam minecarttal vinni, de mindegy, a végén ott tudjuk minecarttal bevinni amúgy, ha végül is. Uh-huh. Nem? Valóban. El is jött a reggel, ez az! Krisztián, ma lesz az arándokút! Ez az! Megcsináltad a brewing standet? Meg. Add hát át. Itt van, nem? Hol vagy, hol itt vagy. Ja, itt vagy. Add át, hú, ez egy nehéz menet lesz, az biztos. De nem véletlenül készült el ez egy gyönyörű zarándok lépcső, ugyanis ezt most meg kell tennünk heroldatja érdekében, hogy kivívja Isten tiszteletét, hogy méltónak találja, hogy beléphessen a templomba. Ja, na menjünk! Na menjünk, gyere, heroldatja! Eljött a te időd! Légy türelmes irántam! El kell indulnod a zarándok útra! Kérlek, engedelmeskedj! Most megütötted? Nem. Ja. Kiütöttem alól a csónakot. Oké. Okay. Gyere! Gyere, Herald! Oké, okay, oké, okay, működik! Jól van, Krisztián, hozd a bárányokat! Indulunk a hegyre!
Jó, hát innen viszem tovább, ha idáig elértél, mert innen jön a lépcsőtől kell menni a bárányoknak. Ajaj! Ajaj! Nem baj, jó fele megy. Csak mindig kell elé rakni az izét, hogy a jó irányba ne, menjen. Ne, rossz brewing stand, ez ment oda! Tényleg, amúgy itt egy brewing stand. Na, nem baj most már. Gyere! Gyere, Harold! Oké? Gyere tovább! Hozod a bárányokat? Jaj, ne! Ki engedi őket, nyugi, csak szedd fel, és akkor összeizéled őket. De hogy? Hogy kell? Hát úgy, hogy felszeded a pórázt, és pórázzal beizéleted, ne legyél már ilyen béna. De most te összeset oda kötötte egy pólhoz. Hát tudom. De gyere már! Hát... De, mert nem tincs, eltűnnek a izék, a pórázok! De pancser, pancser! A vágónak kiszakadt a dobhártyája. Ott van benne az inventoridban az összes, te marad. De nincs az inventorimban, a kezembe volt! Hát, igen, mert az összes hozzád van. De nem vette föl, mert beszorul a bárányok közé, te barom! Az összes hozzád van kötve, te nagyon okos. Hát most már igen! Ekkora pancser, pancsert. Na, gyere! Azaz, jó, elindult. Kísérjük Harold atyát! Jaj, de mindig mögötte legyenek, az a lényeg. Jaj. Máté, kéne két brewing stand is. Itt van, kettő. És akkor lerakod nálam a következőt, és utána kiütöd ezt. De nem jó, mert ez fölveszi munkának. Szóval, hát ezt jó elcsesztem. Menj, Harold! Nyugi, jönni fog. Csak fel kell érnünk, mielőtt eljön az éjszaka. Nem tudom áthozni a bárányokat! Akkor üsd ki! Jó, most átjött egy. Oké, és pár átjött. Gyertek, barik! Nem baj, tudunk várni a Harold atyával. Türelmes a Harold atya, nyugodj meg, Krisztián. De üsd ki a izét, már a átjött kaput, hat, meg a kerítést. Üsd ki a hat kerítést. Gyere még! Üsd ki a kerítést. De nem akarom kiütni. De üsd ki, majd visszarakjuk. De már majdnem mind átjött, hát most nehogy már az a kettő beszoruljon! De most ne így vigyük már fel a Harold atyát, hanem ezt nyugalomban kell, Krisztián. De mert te csináld a fesztivált. Mert csináld a fesztivált, ne csináld a fesztivált, fejezd be! Jó, egy bárányt ma te hagytál hátul. Jó, nem érdekel. De na, nem érdekel, mind a tíznek föl nem kell jönni. Nem kell mind a tíznek. Jó, na, akkor menj, gyere és vigyed te a Harold atyát, mert olyan pancser vagy te bakkár, hogy te vagy pancser! Te hiszed ezt, Harold atya? Hát, én se. Ne a kaput üst ki! Az ugyanakkor a hely, te! Jaj, hát már türelmetlenkedünk itt a Harold atyával. Légy türelmes iránta! Jaj, nézz oda rá! Ezt el se hiszem. Na megvan mind a 10? Mit tudom én, nem is érdekel. De na, nem érdekel, mind a 10-nek fel kell kísérnie Harold atyát. Jó, nincs, eltűnt a póráz, na menjünk. De nem tűnt el a póráz. De eltűnt a póráz. Itt van a szemed előtt, középen. Mikor kell, hogy véget érjen az én türelmemnek? Harold atya, nyugodjon meg, jó, bocsánat. Jó, na, okés, jó, ugyanígy nincs meg a póráz, na mehetünk. De nálad van. Nincs nálam. De igen. Nincs nálam, na, na menjünk. Menjünk. Most ezt tök nyugodtan fel lehetett volna vinni, a Krisztián meg direkt elcseszi, hát ezt nem is hiszem el. Amúgy meg fogunk retkes búzát, és azzal fölhozzuk őket. Csak a Mr. De Minecraft tudott, ez a legegyszerűbb dolog, ami kezelni tényleg, ezt a helyzetet. Tényleg nagyon egyszerű. Hát körülbelül nekem 3 másodperc nem után került volna 3 másodperc. De igen. Hát ez remek zarándok út, Harold atya. Igen, a Krisztián mellett mindig ilyen az élet, szokd meg. Gyere, Harold! Az ja, utolsó meg pár lépést nem a lépcsőnél fogjuk megtenni, de semmi probléma. Gyere, Harold, mindjárt ott vagyunk! Ez az! Fölértünk a tetejére! Ezt el se hiszem! Menj be, Harold! Nem fog tudni bevenni. Látod, milyen mérges rád? Elcseszted nekem! Nem fog bevenni, mert ott a pókháló! Nem fog bemenni, mert elcseszted neki a zarándok útját! Hol vagy, Harold? Gyere vissza! Jó. Megharagudott rád, és most miattad? Miattad elment. Oké? Jó, ezeket gyorsan kiszedem, mert ezek ugye nem működtek, szóval teljesen felesleges, hogy itt vannak. Mondjuk akkor már inkább ollóval kellett volna kiszednem, nem mindegy. Itt van nálam olló, ott van betölt. Most már mindegy, mert egyet kiszedtem, úgyhogy nem ollóval, szóval teljesen mindegy. Na. Oké? És itt át tud jönni, ugye? Hova ment? Ide oldalra. Ja? Jó. Gyere, Harold! Azaz, bejött! De most miért szedi ki a kvarcot is? Most ez hova ment? Fölment a lépcsőn. Itt egy zombi valahol. Fölment a lépcsőn a toronyba. Itt van. Ja, jó. Miért van itt egy zombi? Ja, tudom már miért van. Oké, fölvette. Jól van. Na, ez lesz a fullos brewing standed, jó?
Herald atya. Jó, na. Oké, és várjál. Most meg fogom ölni őt. Nem. Oké. Hú, hát ez már nehéz menet volt, kedves Herald atya, és le is ment a nap! Azt a kutyapírt. Oké, és akkor most tegyél be a szőnyeget. Milyen szőnyeget? Hát a alkemi zé felé. Az fence van felette. Csak és így lehet megoldani, Krisztián. Bár egy milliárd szor próbáltam. Oké, és nem kísérte fel mind a 10 bárány, mert a Krisztián pancser. Hát nem, mert elé egyel ezért most lesújt Isten haragja ránk. Egyel erőrébb rakod a kerítést. És akkor Krisztián elcseszte. Egyel előrébb rakod a kerítést, és akkor nincs... Milyen block of quartz? Ezt honnan szedtem? Ja, honnan előről, te okoska. Na, jó van. Hát ez egy nehéz menet volt, de itt van Herald atya. És működik minden, tökéletesen. De most ide ne kösd ezeket a bárányokat. Aha, és most hátulról, hogyha bejön a zombi és megöli a Herald atyát. Jó van, előlem. Nem jön be Herald atya a zombi, mert nem tud. Oké, kész vagyunk teljesen, ez az. Itt van mind a 4 bárány, amit a Krisztián sikeresen felhozott. Az legegyszerűbb daroggal ever, a pórázzal. És itt van Herald atya, aki szintén egy elképesztő ember, ugyanis végigcsinálta ezt az arándokutat. Tapsoljuk meg! Juhú! Szép volt! Így a nap végére fel is értünk. És egy rendkívül kellemeset csalódott Herald atya bennem, és a Krisztiánban meg egy hatalmasat csalódott. Nem, rosszul. Nem. De igen. Nem. Azta, Máté! Nem? Ezt képzeld el, hogy mostantól hordhatjuk Herald atyának a zombi húst. Eddig is hordhattuk volna. Jó! Amúgy. Nem, mert nem volt nála alkemi. Oké, viszont, Krisz, elengedem a bárányokat, szélegyetek szét. Menjetek bárányok, nyugodtan, nyugalom. Szabadok vagytok, majd... Szabadok vagytok, és hallgassuk Herald atyának a Szentírásból való prédikációját. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Már előrébb ülök, hogy a ma halljam. Jézus így felel: Oké, és? Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Kicsit később. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Hát, ez egy nagyon remek templom. Most kell köszöntenünk egymást, Máté. Ja, jó. Adomány? Nincs nem pénz. Hát azt a adományt, azt majd hozunk neki zombi húst. Ja, igaz, igaz. Valami az... iszik itt. Ja, mert itt van a... A Traveling Merchant. Kereskedő. Jött a Traveling Merchant megnézni a templomot. Ez az, köszöntjük a Traveling Merchantot! Na. De az nem Traveling Merchant, az az izébáz. Ez a Wandering Trader, Máté. Jaj, már mindegy, milyen hülye baromságnak a neve. Oké, ezt így egyelőre visszaraktam így, és akkor majd meglátjuk, hogy működik egyáltalán. Ja. Na, Máté, szerintem kereskedjünk is zombi hússal. Oké, és hát nem kereskedünk, egyértelmű. Hanem hozunk neki, és ad érte jutalmat, hozunk neki. Igen, mert a templomban nem szabad kereskedni, Krisztián. Igen. Netheri démon húst hozunk neki. Igen. És ezért cserébe... Mert démon vadászok vagyunk. Idén tettem be egy rakás. Na. Itt van. Itt van fönn a felső ládában. Mit oda hozzá. Tudom, de... Meg aranyat is ide. Vihet. Na várjál, mert van egy csomó minden, amit le kell raknom. Oké, a 10 akárhány pórázból lett 7. Úgyhogy a Krisztián gratulálunk. Krisztiánnak gratulálok. Hát, hogyha bejön a vagy, és mit csinálja? Oké, és meg is vagyok. És akkor vinni kell zombi húst, ugye? Igen. Akkor telepakolom az egyik shulker boxomat zombi hússal. De oda felrakhatnák mellé is. Na menjünk, ajándékozzunk a templomnak, az újdonsült templomnak. Jaj, ez mi volt? Bebagolt. Azta! Nagyon epik. Nagyon jól néz ki. Woohoo! Yeah, baby! Szervusz, kedves Herald atya! Máté, itt valami szörnyű tevékenységet láttam? Ja, nem, hanem az a... Az a Traveling Merchant. Na. Jön ránk a zombi. Oké, akkor itt van. Hoztam a démoni húst, ami démon vadászat után kapta markomat. Szervusztok, kedves bárányok. Nagyon örülnék, hogyha nem másznátok be oda a Herald atya mellé. Kedves Herald atya?
Hogy vagy? Hogy érzed magad? Aztá! Füstöl az örömtől! Hát én is nagyon örülök. Expert lett. Nézzük meg, hogy mit ad még. Oh! Ender Pearl-t! Meg Scooter ad Emeraldot. Mi az a Scooter? Technősök adják. Az a ilyen technős páncél. És a technősöket lehet szaporítani? Azt hiszem, igen. Igen, ilyen tojásokkal, vagy mikkel. Na köszönöm szépen, Herold atya! Szerintem ez így most... Aranyat is adtál neki? Creeper! Arannyal is kereskedtél vele? Arannyal nem. De mélyé nem? Mert arannyal nem. Na. Hát de ott arannyal is lehet. Tudom, hogy lehet, de is nem arany. Na. Hát de mondtam, hogy hozzá föl! Jó van, de Krisztián, te nem tudsz ilyen nem üvöltve beszélni a másikkal, bakker? De tudok nem üvöltve is! Hát ez az. Tudsz nem üvöltve is, akkor úgy kéne beszélni. Oké, na! Srácok, viszont kész van a templom, úgyhogy szerintem ideje megnézni, hogy mi a jutalom. Milyen jutalom? Nem vagy a negyedik feladat? Ja, tényleg. Mi a negyedik feladat? Ja, tényleg, meg nincs jutalom. Ha egyáltalán lesz jutalom. Ja, tényleg nem is jutalmat kapunk a feladatokért. Azt a kutya firkantyúját, a negyedik feladatot kell megnéznünk, és nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz az. De ez csak a következő részben fog kiderülni. Ugyanis. Előző részben is ezt mondtad. De úgyis nem ezt mondtad. Nem ezt mondtad, ugyanígy a végén ezt mondtad. Nem ezt mondtam. De. Nem ezt mondtam, hazugság. Ezt mondja, hogy az az udék, az az udék.